üdvözlök mindenkit a mai kora reggelen, vagy nem is olyan korán. Pocsolszki Károlynak hívnak, én közel 10 éve foglalkozom adatbányászattal, illetve most a felkapott big data elemzésekkel is. Számunkra nem jelentett olyan nagy meghökkenést a big data megjelenése, maga a piacon sem egy új fogalom ilyen értelemben, csak nevet adtunk valami olyasminek, amiről régről tudtuk, hogy létezik, illetőleg számos olyan eszköz lett elérhetővé, vált elérhetővé, ami korábban zárt forráskóddal, nagy költségekkel kifejlesztett eszközök voltak, most mindenki számára elérhető, természetesen olyan technológiákról van szó, ami bizonyos fajta szakértelmet igényel. De néhány olyan példát nézünk most meg, amiben azt fogom bemutatni, hogy hogyan alkalmazhatók ezek a technológiák, illetőleg milyen üzleti vonatkozása van magának az adatvagyonnak a hasznosításának. Mi előjáróban annyit azért megjegyeznék, hogy az adatvagyon, mint olyan, illetve annak a hasznosítása, az elsősorban azért nem ahhoz kötődik, hogy mekkora az adatvagyonom, tehát hány terabájtom van, hogyan tárolom ezt el, hanem milyen kérdéseket, milyen információt, tartalmat akarok ebből kiszedni. Hoztam egy nagyon egyszerű példát, ami valószínűleg itt a többek számára idegen lesz, de azért jól látható, hogy mit jelent az, hogyha figyelünk ezekre az adatokra, figyelünk a folyamatokra, és üzleti döntéshozatalt, azt megalapozott számításokkal akarunk meghozni. A gyógyszergyártási folyamatban van egy úgynevezett minőségbiztosítási folyamat közbeékelve a gyártási folyamatba. Ez a minőségbiztosítási folyamaton tulajdonképpen minden terméknek át kell mennie, többször is, a gyártás különböző fázisaiban, és azt csináljuk, hogy folyik a gyártás, és utána az elkészült, mondjuk azt raklaponként mintát kell venni a termékekből, és ezeket különféle vizsgálatoknak kell alávetni. Ezek a vizsgálatok egyes laborokhoz kerülnek el, gázkromatográffal, fizikai, kémiai vizsgálatokon esnek át, kis üvegcsékbe szaladgálnak körbe a laborban, és gyakorlatilag amint ezt a vizsgálatot elvégezték, utána azt lehet mondani, hogy vagy folytatódhat a gyártás, megfelel a minőségi elvárásoknak, ezek a minőségi elvárások azért ilyen 20 és 1000 oldal közötti szabványokat tartalmaznak, és utána folytatódhat ez a gyártási folyamat. Megtörtént eset, hogy ugye egy gyógyszergyártásnál az, hogy kikerül először például a piacra egy adott termékkel, az kritikus, hiszen a fogyasztó, amit választ először, amit ott talál a patikában, azt fogja fogyasztani élete végéig. Tehát ott gyakorlatilag a napos késések is iszonyú nagy problémát okoznak. Volt egy olyan eset, amikor pont egy ilyen minőségbiztosítási folyamat, egy mintavétel esetén az ember, akinek meg kellett volna vizsgálni az adott mintát, ez egy kritikus termék volt, ő épp szabadságra ment, valamilyen oknál fogva nem ment át az információ rendszeren, hogy ez egy kritikus pontja a gyártási folyamatnak, és miután visszajött a 2 hetes szabadságáról, kiderült, hogy mikroszkóp ment tönkre, és 3 hétig tartott a mikroszkópnak a megjavítása, tehát az egész folyamat az több mint 1 hónapot késett, és ennek megfelelően az ott álló gyárkapun éppen kihajtásra váró kamionok kvázi meg kellett állniuk, és közel 1 hónapot kellett várniuk egy ilyenfajta szituációban, ez több milliárdos kárt okozott egyetlen egy mintának a feldolgozása. A különböző laborok esetén ezeket a folyamatokat, vagy ezeket a mintázatokat, mintavételeket úgy végzik el, hogy beérkezik egy minta, egyszerre több vizsgálatot végeznek el rajta, és különböző laborokba kerülnek be ezek a minták. Hogyha egy példát nézünk, itt tudok pontozni is, ha egy példát nézünk, mondjuk ezt az első példát, ha az első laborban tegyük fel, 2 mintát kell megvizsgálnom, vagy először, tehát minden labor saját maga dönthet arról, hogy vagy az első mintát vizsgálom meg először, vagy a másodikat, és szintén a második labor is dönthet, hogy vagy az első, vagy a második mintát vizsgálom meg először. Tegyük fel, hogy egy-egy óra egy vizsgálatnak a lefolytatása, ugye nagyon egyszerűen, hogyha az első labor úgy dönt, hogy először az egyes mintát vizsgálja meg, utána pedig a ketteset, és a második labor pedig fordítva, akkor mind a 2 mintám, tehát a gyártás szempontjából mind a 2 mintám kvázi 2 óra múlva szabadulhat fel. Tehát az átlagos átfutási időm az 2 óra lesz. Jó? Mi történik akkor, amikor szervezni próbálom a folyamatot? Akkor
Ugye mind a két labornak kvázi egyszerre kell megcsinálni a folyamatokat, illetve párhuzamosítani kell, és hogyha mind a két laborom az első minta feldolgozásával kezd, akkor sokkal hamarabb végeznek, illetve nem lesz a teljes idő hamarabb, ugye nem lehet csökkenteni a kimeneti időt, a végső elkészülési időt, tehát a labor tekintetében édes mindegy, hogy hogy szervezem ezt, viszont a gyártási folyamatban az átlagos átfutási idő, mivel az első mintám egy óra alatt elkészül, ezért már csak másfél óra lesz az átfutási időm, tehát azzal, hogy így szervezem a folyamatot, nagyban meg tudom gyorsítani a gyártást. Nagyon triviálisnak hangzik a példa, és azt mondjuk, hogy persze, akkor minden mintát kvázi egymás alatt, tehát egymással párhuzamosan kell végezni, ami egy termékhez kapcsolódik, egy alapanyaghoz, nyersanyaghoz, azokat a vizsgálatokat egyszerre kell végezni a különböző laborokban. Kicsit bonyolultabb a példa, hogyha ezek az átfutási idők, az egyes vizsgálati idők, azok nem ugyanolyanok a különböző laboroknál. Itt az egyes mintának a megvizsgálása az első laborban, legyen az mondjuk egy gráz-kromatográf labor, a kettes labor, meg mondjuk egy szepcsővizsgálat, akkor a kettő idő az nagyban eltérhet egymástól, és ennek a szervezése, hogy ezt hogy szervezem be, ez már ránézésre sem annyira triviális. Itt is, hogyha kiszámolom, hogy melyik minta mikor készül el, tehát mikor tudom azt mondani a gyártásnak, hogy oké, vége van ennek a folyamatnak, elfogadjuk a mintázatot, akkor 3,6 óra lesz az átlagos átfutási időm, hogyha ezen csinálok egy kis csavart, megszervezem ezt a folyamatot, akkor ezt a 3,6 órát 2,6 órára le lehet vinni. Ami nagyon nem triviális ebben, gondoljuk bele abba az esetben, amikor 100 terméken van egymás mellett, és ez a 100 termék, ez nem csak a laborokban azt kell eldöntenem, hogy hogyan végzem ezt, tehát milyen sorrendben dolgozom fel ezeket a mintákat, hanem azt is el kell döntenem, hogy ki végzi azt a vizsgálatot, tehát melyik eszközeim állnak rendelkezésre, azok hogyan fognak meghibásodni, ki hogyan megy el szabadságra, hogyha probléma történik valamivel, akkor azt hogyan tudom feloldani, illetőleg az egyes vizsgálatokból mi az, amit tudok módosítani, mi az, amit összetudok vonni, ugye több terméket egyszerre, és ennek megfelelően egy iszonyatosan bonyolult problémám keletkezik. Ez a sorrendezési probléma egyébként, hoztam egy Rubik kockát, nem tudom, hogy ismerte az, hogy ezt nagyjából hány lépésből lehet kirakni, ugye most jelenleg 20 lépésnél tartunk, tehát hogy 20 mozgatásból, az a legújabb bizonyítás, hogy 20 mozgatásból ki lehet rakni bármilyen pozícióba ezt a kockát, viszont az eredeti számok, igen, most én nem fogom kitekerni 20 lépés alatt, ezt megígérhetem, viszont a kombinációk száma az 4,3 × 10⁹-én, tehát 19 nullát kéne utána írnom a 4,3 után, hogy annyi kombináció létezik. Egy ilyen probléma, amit most itt felvetítettem, ez 250-szer nagyobb, mint egy Rubik kockának a megoldási lehetőségének a halmaza, és ezt minden nap, minden fél órában tulajdonképpen meg kell csinálnia egy gyógyszergyártó cégnek, amit alapvetően manuálisan a tapasztalatok útján csinálnak meg. Mi egy olyan megoldást csináltunk a közelmúltban, amikor gyakorlatilag ezt a kvázi algoritmust, a triviálisnak számító vagy emberi algoritmust, azt megpróbáltuk géppel feldolgozni, és ezekből a visszamért adatokból, illetve az eddigi megfigyelésekből, milyen gépi meghibásodásokkal számolhatunk, milyen hosszú lehet az átfutási idő, jellemzően mekkora egy vizsgálati időtartam, hiszen az is változó időben, akkor hogyan tudom ezt az optimalizációt megcsinálni, hogyan tudok egy olyan algoritmust létrehozni, ami hatékonyabbá teszi ezt, mint hogyha személyek próbálnak kiszámolni, és azt kaptuk, hogy közel 20%-el, illetve 20%-nál nagyobb átfutási idő csökkenést értünk el, ami iszonyatosan sokat jelent a tekintetben, hogy a gyártási folyamatomat hogy tudom gyorsítani. Tehát van egy közbeékelt, megkerülhetetlen egysége a gyártásomnak, és annak a gyorsítását hogyan tudom megtenni. Mi köze ennek az adatokhoz, illetve adatbányászathoz, big datához? Ugye
Általában egy hasonló folyamat, illetve hasonló megközelítés, amikor egy üzleti problémát, egy fennálló esetet szeretnénk megoldani adatokkal, illetve adatközelítéssel, akkor úgy állunk neki, hogy adott egy üzleti folyamat, ami nyilván lebomlik operatív részekre, és adott ugyanakkor az elemzéshez szükséges adatvagyon. Ez hangsúlyozott, ami általában azokból az adatvagyonokból dolgozunk, ami már rendelkezésre áll. Tehát ebben az esetben is rengeteg adminisztrációra volt szükség ahhoz, nyilvánvalóan a minőségbiztosítási folyamat az egy nagyon kötött és nagyon lépésekre lebontott folyamat, amiben minden egyes lépést adminisztrálni kell, nem csak az eredményeket, azt, hogy ki hova ette a mintát, éppen hol áll, és ezeknek a feldolgozásához rendelkezésre állnak ezek az információk. Az, hogy ez vajon big data-e vagy sem, az az adatoknak a mennyiségétől, illetve a felvetett kérdéstől függ. Ha egyszerű kérdéseket kérdeznék egy hatalmas adathalmazon, tegyük fel ugyanúgy, figyelembe venném az összes minta átfutást, az összes elkészülési időt, az eredményeket, több terabájt adatom gyűlne össze, mégis, hogyha azt kérdezném, hogy mekkora az átlagos átfutási idő, akkor igazából azt egy nagyon egyszerű, akár PC-n ki lehet számolni. Ha viszont azt kérdezem, hogy hogyan tudnám ezt optimalizálni, akkor pedig algoritmustól függően ehhez vagy egy szuperszámítógép kell, vagy pedig, hogyha matematikailag be tudom bizonyítani, hogy már pedig ehhez csak 20 lépés kell, nem kell leszámolni az összes kombinációt és megnézni, hogy vajon kész vagyok-e, akkor sokkal hatékonyabb eszközöket tudunk mögé rakni, és ezáltal ugye jóval hamarabb elkészül a rendszerem. Tehát az adatvagyon kvázi rendelkezésre áll, és fogunk nézni néhány olyan példát, ami talán közelebb áll itt az előadáshoz. Tehát matematikai, statisztikai elemzést rakunk mögé, vagy számítási kapacitást, ami gépi kapacitást jelent. Ez egy nagyon nagy trade-off manapság, és egyre inkább ugye oda tolódunk, hogy szeretünk kevesebbet az analitikával foglalkozni, és többet a numerikus számítással, tehát többet, amit a számítógép számol, de ennek mentén ugye, hipotéziseket fogalmazunk meg, azt mondjuk, hogy hogyan lehet ezt hatékonyabbá tenni, futtatjuk, kalibráljuk a rendszert, és kvázi a végeredmény lesz az üzleti döntéshozatalnak az alapja, ami nem feltétlenül egy olyan kimenet, ami megmondja, hogy ez a helyes döntés, hanem támogatást tud nyújtani ezekben a döntéshozatalakban. Néhány példát összeszedtem, hogy hogyan találkozhatunk egyáltalán nagy adathalmazokkal, illetve ezt az adatvagyont hogyan tudjuk hasznosítani, hogyan tudunk olyan üzleti kérdést feltenni, amire az adatokban rejlik a válasz. Nyilván nem minden kérdésre tudunk tisztán matematikai, tisztán analitikus úton válaszolni, de nagyon sok olyanra, amivel tudjuk azokat a kérdéseket támogatni. Az első pont ez az adatgenerálás, amit most is láttunk, kvázi itt egy szimuláció futott le, lefuttattunk több millió sorba rendezést, több millió olyan esetet, amikor meghibásodás történik, amikor valami váratlan esemény, és azoknak az átszervezését is vizsgáltuk, hogy ott milyen hatása van. Sokkal kézenfekvőbb, hogyha van egy folyamatom, ami generálja az adatot, ezek jellemzően vagy valami szenzor alapú adattömegek, erre fogok mutatni egy példát, vagy pedig tranzakciós adatok, mondjuk értékesítési adat, ügyfelek közötti, akár hogyha telekommunikációban gondolkozunk, a köztük lévő kommunikáció, pénzügyi rendszereknél ugye az utalások lehetnek ilyenek, banki folyamatok, amik hatalmas adatmennyiséget halmoznak fel, viszont ennek a hasznosítása az egy nagy kérdés, hogy vajon egy egyszerű kérdést teszek fel, mögé építek egy hatalmas adattárházat, de mégis a kinyert információm az nagyon egyszerű megfontolásokon alapul, vagy pedig mélyre megyek az adatoknak, és inkább ezt tekintem. Illetőleg természetesen az adatgyűjtést fogjuk megnézni, ebben Robert kollégám lesz segítségemre. Néhány ilyen kérdést gyűjtöttem össze, hogy mire próbálunk meg választ adni. Például az egyik ilyen kérdés, hogy milyen kapacitásokkal rendelkezek. Ez nagyon sokszor előfordul. Előfordul telekommunikációban is. Most jelenleg van egy közel 2 millió eurós projektünk, amiben telekommunikációs cégeket vizsgálunk, mégpedig szenzor alapon. Itt van Magyarországon a 3G-s mobil tornyoknak a térképe, így helyezkednek el a 3 szolgáltatóra. Ezt az információt mi a részt veszünk az Országos Statisztikai Adatközlési Programban, és onnan minden szolgáltatótól megkapjuk ezt az információt.
Ezekben a pontokban a projekt arról szólt, hogy hogyan állapítjuk meg, hogy mekkora kapacitások állnak rendelkezésre az egyes cellákban, illetőleg mekkora terhelése van a mobil hálózatnak. Ez talán egy életidegen példának tűnhet, viszont a szolgáltatóknak ez egy kritikus információ a tekintetben, hogy hol lehet bővíteni a hálózatot, hol vannak infrastruktúrális problémák, hol vannak konfigurációs problémák, illetve a marketing stratégiámat melyik pontokra kell koncentrálnom, ahol jobb vagyok, mint a többi szolgáltató. Ehhez a méréshez vettünk szenzorokat. A szenzorok azok viszonylag drágább eszközök, amik képesek az adatkommunikációt, illetve a hívás felépítést vizsgálni. Egészen lebontva addig nem csak azt tudom meg, hogy mekkora a letöltési sebességem, hanem azt is látom, hogy block size-onként, tehát kis adatcsomagonként hogyan közlekedik az adatom, milyen kommunikáció van a mobiltorony, illetve a cella és a telefonom között, és négy telefonnal, most egy 6 szettes telefont vizsgáltunk, van a képen, négy telefonnal egyszerre ugyanazon a cellán kezdek el adatcsomagokat közlekedtetni, és ez a kommunikációból szűröm le azt, hogy mennyien lehetnek rajtam kívül a hálózaton. Nagyon egyszerű az alapötlet, az hasonló ahhoz, mint amikor a szomszéd használja az én wifimet, akkor én automatikusan látom, hogy kevesebb a sávszélességem. Valami hasonló történik itt is, csak kicsit részletesebben. Hogy ez mennyivel részletesebb, mi 14 munkatársal dolgozunk, akik autókba szerelve járják az országot, és ilyen méréseket végeznek. Ebből nekünk közel 3 terabájtnyi adatunk jön össze, nyers adat, ami ugye még feldolgozásra vár, és ezekből állapítjuk meg azt, ilyen méréseink vannak például, ahogy bejárunk egy adott útvonalat, látjuk a csatornákat, scrambling oldalakat, sugárzott csatornákat, jelzajviszonyt, látjuk a hívás felépüléseket, illetve az adatkapcsolatnak a minőségét, és ebből állapítjuk meg aztán, hogy az adott cellákra gyakorlatilag milyen kapacitások, illetve milyen terhelések érhetők el idősorosan különböző metszetekben. Maga a példa az azért nagyon érdekes, mert hogy tipikusan a big data irányába megy, ugye van 3 terabájtnyi adatom, rengeteg információt kell feldolgoznom, és egyébként most pont az Intellel közösen teszteljük is az ő Hadoop rendszerüket, ami egy olyan eszköz, amit az Intel a saját processzoraira optimalizált, és üzleti megoldást keres hozzá. Gyakorlatilag ez egy nagyon jó megoldás big data tesztelésre. Viszont azért valljuk be őszintén, a mindennapi életünk során ritkán találkozunk ilyen mennyiségű adattal, ritkán találkozunk szenzor alapú információval, bár azért a gyártásnál szintén megjelenhet ez a fajta adattömeg. Ami talán gyakrabban előfordul, mondjuk pénzügyi szektorban, az egyik fő kérdés, hogyha hiteleket nyújtok, akkor mikor fognak bedőlni az ügyfeleim. Erre egy nagyon jó példa, hogy hogyan állhatok neki az adataimnak a feldolgozásának, illetve az egész problémának. Ma a standard megoldás az portfólió szintű vizsgálatokat jelent, amikor a default értéket, a default rátát, tehát hogy hányan dőlnek be arányaiban a portfóliumban, azt portfólió szinten próbáljuk megállapítani, és annak a hatásait, tehát hogy mi hat arra, hogy nekem be fognak dőlni az ügyfeleim, a frankárfolyam változás, a jövedelem szint, a munkanélküliségi ráta, ugye ezek között nagyon erős kapcsolatot tudunk fellelni, és ez portfólió szinten különféle regressziókkal, standard adatbányászati eszközökkel hogyan függ össze, és ebből következtetek a jövőre, különféle szenáriókkal, stresszmodelleket építek fel. Viszont gondoljunk bele abba a szituációba, amikor tegyük fel, hogy egy bankunk csak 2 ügyféllel rendelkezik, ez a 2 ügyfél fizeti rendesen a törlesztő részleteit, viszont egyik hónapról a másikra az egyik ügyfelem az nullára esik a jövedelme, viszont a másik ügyfelemnek duplájára pont. Akkor ugye az egyik ügyfelem biztosan be fog dőlni, ha 3 hónapig folytatja ezt, ugye 90 napon túli tartozása lesz, defaultos lesz, a másik ügyfelem pedig törleszti ugyanúgy tovább a hitelt. Ha ezt a 2 portfólió szinten vizsgálom, akkor korábban a jövedelem szinte a portfóliumnak ugye semmit nem változott, folyamatosan, ugye, egy adott mondjuk 100-as szinten van, 100%-on, ha az egyik ügyfelem nullára esik a jövedelem, a másiknak duplájára, akkor az átlagos
jövedelemszint a portfólióban nem változik semmit, az összjövedelemszint sem, tehát kvázi elrejtem azt az információt a portfólió szintű vizsgálatoknál, hogy az ügyfeleim hogyan viselkedtek, viszont portfólió szintre emelve a bedőlési rátát, korábban 0 volt, most 50%. Az eredmény a tekintetben meglepő, hogy ha portfólió szinten tekintek az egész folyamatra, akkor a jövedelemszint és a bedőlési ráta között semmiféle kapcsolatot nem találok, hiszen egy konstans és egy változó folyamat között nagyon nehéz kapcsolatot keresni. Akármilyen technológiával, akármilyen algoritmussal, bármilyen statisztikai, ökonometriai módszerrel keresem, nem fogok találni közte kapcsolatot. Viszont ha mélyére ások az adatoknak, hogyha az adat generáló folyamatot meg, azt próbálom megragadni a folyamatokban, hogy mi okozhatja, ugyanúgy, mint a mintavételezésnél, mi okozhatja azt a azoknak a folyamatoknak a kimenetét, a bedőlési rátát, hogyan tudom lebontani ügyfélszintre, akkor sokkal pontosabban látom ezt az információt. Itt egy példa esetben, hogyha a fogyasztóm vagy az ügyfelem éppen a törlesztő részletnek, tehát a jövedelem szintjének, jövedelem szintje fölött, vagy törlesztő részlet fölötti jövedelemmel rendelkezik, nyilván levonva a létszükségleteshez fent a szükséges kiadásokat, akkor egy pici megingás a jövedelemben, egy nagyon kis kimaradás, az egy hosszan elhúzódó, több periódusra áthúzódó késést jelent az ügyfelemnél, pedig csak egyetlen egy kimaradás volt az ügyfelemnek a jövedelem áramlásában, a cash flow-jában. Hogyha sok ügyfelet veszek így össze, tekintek, akkor gyakorlatilag azt kapom, hogy hogyha a jövedelem az időszak során akár csak néhány alkalommal esik itt most jelen esetben az ötös szint alá, akkor is az ügyfelemről azt látom, hogy folyamatos késésbe esett. Tehát a jövedelem szintnek a változása az igazából nem egy lineáris kapcsolat a bedőlési ráta között, hanem sokkal mélyebben gyökerezik a kulcsa ennek. Egy nagyon komoly, komplex, összetett függvény az, ami meghatározza ezeket a folyamatokat, és hogyha én a teljes adattárházon, a teljes ügyfélállományon, tranzakció szinten vizsgálom a bedőlési rátát, akkor egy nagyságrenddel pontosabb eredményt kapok, mint hogyha portfólió szinten mondjuk valami logisztikus regresszióval közelíteném ezeket az információkat. Tehát az adat vajon egy pénzintézet esetében is rendelkezésre áll, kötelező, hogy meglegyen, viszont az, hogy én milyen döntéseket hozok, hogyan alapozom meg ezeket az információkat, az gyakorlatilag nagyban függ attól, hogy milyen mélységben próbálom megérteni ténylegesen az adatgeneráló folyamatot, milyen mélységben próbálom elérni ezeket az információkat. Másik sokat hangoztatott kérdés, mennyit ér az ügyfelem? Hogyan határozom meg, hogy mennyit ér egy ügyfél? Tegyük fel, hogy van egy online, most mi esetünkben egy társkereső, egy társközvetítő oldal volt, egy randi site, Magyarországon az egyik legnagyobb, és az volt a kérdésük, hogy egyetlen előfizetőjük vajon mennyit ér, a CLV-jük, a Customer Lifetime Value, az mennyi, számoljuk ki nekik. Ebben az esetben kétféleképpen járhatunk el. Egyrészt megnézzük, hogy korábban gyakorlatilag milyen ügyfélértékeket tapasztaltunk, másrészt meg kicsit mélyére megyünk a folyamatoknak, és részletesebben próbáljuk ezt megnézni. Mi az utóbbit választottuk, és nem azt néztük, hogy az adott ügyfél mennyit költ el az oldalon, milyen csomagot választ, és hogy milyen visszatérő, hogyan újítja meg az előfizetéseit, hanem sokkal inkább abban kerestük a választ, hogy miért van az adott ember az oldalon, mi az, ami őt bevonza, és ennek alapján hogyan tudom az ügyfélértékemet megváltoztatni, illetve korrigálni. Azt láttuk, hogy ki tudtuk kalkulálni egy gráf mentén, hogy melyik ügyfél ki, vagy melyik látogató, melyik felhasználó ki miatt ment oda az oldalra. Itt az ábrán egy gráfot látunk, ahol a rózsaszínnel jelzett foltok a hölgyeket jelentik, a kékkel az urakat, és a belért számok azok pedig korokat. Ez alapján még azért nagyon keveset látunk, csak azt látjuk, hogy amelyik pontok közel vannak egymáshoz, jellemzően ők keresik a másikat. Sok meglepetés nincsen, itt az ábráról mindenki talán azt a következtetés vonja le, hogy inkább a korának megfelelő partnereket fognak választani, tehát nincsen összekötés a 18 és a 70 év között, tehát nem fog egy 70 éves férfi egy 18 éves hölgyet keresni, ez mondjuk szerencse a szájton.
De másrészt viszont azért fontos ez, mert hogy nem azt próbáljuk meg megnézni, hogy az ügyfélnek ugye mekkora az ő értéke, hanem kiket keresett, és azok, akiket keresett, azok ott voltak-e a szájton, és ennek megfelelően az ő ügyfél értéke, az ő befizetése, az szétoszlik gyakorlatilag azok között, akiket ő megnézett. Ennek megfelelően az a prekoncepció, hogy egy társkereső szájton tipikusan a hölgyek többet érnek, de az urak fizetnek többet, hogyha én egy ügyfélértéket számolok, és azt mondom, hogy megnézem, hogy az urak mennyit fizettek be, milyen előfizetéseik voltak, akkor azt kapnám, hogy teljes marketing kampány, dömpinget azt a férfiakra kéne szabnom, holott nyilvánvaló bárki megmondja, egy 5 éves is, hogyha egy randi szájton csak férfi van ott, akkor az csődbe ment. Mi úgy korrigáltuk ki a CLV-t, hogy megnéztük ezeket a kapcsolatokat, megnéztük, hogy ki az a korosztály, ki az a nők közül, illetve a férfiak közül, tehát nyilván az algoritmus adta, ki az, aki miatt oda mennek a legtöbben a felhasználók, és az adott korcsoportnak a ügyfél értékét kikorrigáltuk ezzel. Erre lehetőség volt, mert logolva volt az összes aktivitása a felhasználónak, tehát ez is egy hatalmas adatbázist eredményezett, ez egy több terabájtnyi adatbázis, ami megmutatta azt, hogy ki kinek üzent, ki kit nézett meg, mennyi ideig nézte, milyen visszatérések voltak, stb. És ezek alapján láttuk azt, hogy korábban egy átlagos női felhasználóból közel 1000 forint, mondjuk egy 35 éves női felhasználóból 1000 forint bevételem származott, és azt mondanám, hogy később is nekem ennyit ér, és maximum egy marketing kampányba 1000 forintot költhetek fejen egy 35 éves női felhasználóra. Ezzel szemben, hogyha azt is megnézem, hogy ő miatta hányan mentek oda az oldalra, akkor azt látom, hogy nekem akár még 2500 forintot is megér az a felhasználó, hiszen a férfi oldalról annyi plusz többletbevételem származik. Tehát ebben az esetben is, hogyha az adatok mélyére, hogyha nem csak közvetlenül felszínen tekintek arra az adatvagyonra, ami egyébként rendelkezésre áll, hogy a szájtlogok megvannak, akkor sokkal mélyebb, sokkal jobb információkat kapok, és ezáltal gyakorlatilag meg tudom csinálni, tehát jobb üzleti döntést tudok hozni. Egyébként itt a szürke az a korrigált, és a narancssárga ugye az eredeti közvetlenül kiszámított ügyfélérték. Még egy példa, hogy hogyan legyek hatékonyabb, ez is egy nagyon általános kérdés, és üzleti döntéshozatalban ugye gyakran előfordul. Ide egy olyan példát hoztam, rengeteget lehetne egyébként mesélni erről, például a mintavételezésnél, amit említettem, algoritmus, az meglepő módon alkalmas volt arra, hogy egy kórházban a műtőknek a kihasználását, illetve a műtéti tervnek az összerakását szintén ugyanaz az algoritmus végezte el, sőt, egy gyógyszercégnek nem csak a minőségbiztosítási folyamatát, de a gyártás során a csomagolásnak az ütemezését, a gyártósorok mint szűk kapacitásnak a megfelelő ütemezését, hogy minél hatékonyabban, minél gyorsabban el tudja készülni adott peremfeltételek mellett a csomagolással, és egyből mehessenek ki a gyárkapun a termékeim, azt ugyanazzal az algoritmussal el lehetett készíteni, mint amivel a minőségbiztosítást optimalizáltuk. Tehát egyetlen egy megoldás, az nagyon sok mindenre tud választ adni. Ebben az esetben én egy olyan példát hoztam, amikor jellemzően forró cégek, szállító cégek, itt például egy pénzszállító céggel dolgoztunk együtt, akinél az volt a probléma, hogy hogyan szállítsa ki megfelelő sorrendben, megfelelő ütemezésben az adott pénzmennyiségeket. Ugye itt nem csak ATM töltésről van szó, hanem boltok, bankfiókoknak a töltéséről is. És itt is berögzött megoldás volt az, hogy tapasztalati úton próbáljuk meg ezeket a problémákat megfogni. Tudjuk azt, hogy nagyjából mi a legrövidebb út, tisztában vagyunk a forgalmi viszonyokkal. Mégis azt tapasztaltuk, hogy egy komplex rendszerből, amikor meg volt az határozva, hogy ki hova megy ki, ismeri az útvonalat, tudjuk, hogy mi a feltetően legoptimálisabb út, akkor egy algoritmikus megoldással, ami felhasználja azokat az adatokat, hogy hogyan közlekedtek, milyen logok keletkeztek, sokkal hatékonyabb eljárást tudtunk kidolgozni. Ez egyébként közel 100 milliós spórolást jelentett a cégnek csak a benzinköltségen. Tehát ezek azok a példák, amik gyakorlatilag meghatározzák azt, hogy amellett, hogy nagyon komplex a
probléma. Ugye van egy járműparkom, tudom azt, hogy forgalmi útviszonyokat, betegségeket, szabadságokat, a jármű meghibásodás, rengeteg aspektust kell figyelembe venni. Ezt ránézve az adatokra, tapasztalati úton, humán erőforrással nagyon nehéz optimalizálni. Közel 90%-ra meg lehet ezt csinálni, de az a 10%, amikor piaci verseny van, amikor nagyon számít az, hogy ki milyen pozícióba kerül, ott 1-2% is iszonyú sokat jelentenek, nem úgy, mint itt 10%-ok, 10-20%-os nyereségek, amiket így elő tudunk állítani. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen kutatásnak a költsége, mondjuk az első minőségbiztosítási esetben, hogyha erőforrás bővítéssel akartam volna megoldani az átfutási idő csökkenését, az is egy lehetséges megoldás, akkor az hány milliárd forintba került volna azzal szemben, amit itt a kutatás során megcsináltunk, illetve költségként felmerült. Még egy példát szeretnék mondani, mielőtt itt átadom a szót, az pedig a mi lesz a jövő kérdés. Ugye beszéltünk optimalizálásról, beszéltünk ügyfélértékről, múltról, érdekel minket a jövő is általában. A jövő, hogy mennyiben érdekel minket, nyilván milyen lesz az értékesítésünk, milyen piaci pozíciókat érünk el. Ezek mellett föl szokott merülni például tőzsdei kérdés is. Azt gondoljuk, hogy tőzsdei árfolyam előrejelzést elég nehéz csinálni. Mi készítettünk egyet, mégpedig a magyar villamosenergia tőzsdére, illetve jelenleg zajlik a német villamosenergia tőzsdének a zár előrejelzése. A villamosenergia fogyasztás az egy speciális termék a tekintetben, hogy villamosenergiát ugye nem nagyon tudok eltárolni. Tehát nekem mindig rendelkezésre kell állni az adott kapacitásnak, illetőleg, hogyha nincs elég, a kereslet és a kínálat különbözik, akkor különféle kiegyenlítő energiákkal, szekunder energiákkal kell pótolni ezt, és nagyon fontos az, hogy pontos előrejelzést tudjuk adni a villamosenergia fogyasztásomra, mondjuk én, mint szolgáltató, hiszen annyi villamosenergiát kötök le a következő egy évre, a következő egy hónapra, a következő egy napra, vagy holnap 16 órára például. Az, hogy egy ilyenfajta optimalizálást, egy ilyenfajta előrejelzést 20% alá tudunk vinni egy hektikus piacon, az azért hatalmas eredmény, mert hogy a kereskedők részére gyakorlatilag a szezonális hatásokat, a megújuló termelést, ami iszonyatosan komplex rendszer, a tekintetben, hogy nyilván nehezen tudjuk előrejelezni, ugye 3 nappal előre látjuk az időjárást, alapvetően pontosan, utána már plusz-minusz 5 fokokat tudunk tévedni. A széljárás az még hektikusabb, még nehezebben előrejelezhető, még a legjobb meteorológiai előrejelzésekkel is. Addig mi egy 2 hetes és 2 hét alatt folyamatosan homogén hibával előálló előrejelzést alkottunk, ami gyakorlatilag a kereskedést nagyban segítette a partnerünk számára, és ezzel is tulajdonképpen több milliós megtakarítást tudott elérni. Itt egyébként egy teljes rendszert építettünk fel ehhez kapcsolódóan, tehát mi általában nem csak az adatelemzést, illetve a nyers outputot, egy riportot készítünk el, hanem egy minden nap használható, beépített szoftvert és szoftverfejlesztőként is fellépünk. Hogy kik vagyunk mi? Alapvetően szakértői adott területeknek, mi alapvetően a távközlési, illetve az elkereskedelmi megoldásokban vagyunk otthon. Ezt a piacot ismerjük, ebben élünk, mint E-net most már több mint 10 éve. De szakértői vagyunk az algoritmizálásnak is, szakértői vagyunk annak, hogy hogyan lehet nagy adatmennyiségből kinyerni olyan információkat, amit az üzleti döntéshozatal már korábban is segítette, viszont sokkal pontosabb, megbízhatóbb információkat tudunk nyújtani. Rendelkezünk egy big data tapasztalattal, ami bár nem sok szó esett a big dataról, és szándékosan nem, mert big data például, amit említettem, a mobilhálózati mérések, ilyen nagy tömegű szenzori információknak a feldolgozása, amikor millisekundumonként jönnek az adatok. Ilyennel ritkábban találkozunk, sem mint azokkal a példákkal, amiket most említettem. Ugyanazok az osztott idejű számítások, a mély
megfontolások azok igazak rá, viszont a technológiai rész az talán kevésbé érdekes, mint sem az, hogy ténylegesen a végén mi az, amit meg tudok válaszolni. Big Data tapasztalattal egyébként nagyon kevés cég rendelkezik, úgyhogy erre különösen büszkék vagyunk, hogy most az Intellel tudunk így együttműködni ilyen téren. Pályázatokban is otthon vagyunk, számos olyan kutatásunk van, amit mi vezetünk, illetve mi is végzünk aktívan, akár uniós forrásból, akár hazaiból, illetőleg amire különösen büszkék vagyunk, hogy most egy közel 9 millió eurós projektet nyertünk el mezőgazdasági szenzorfejlesztésre, és annak a kalkulációra, hogy valójában a növénynövekedést milyen paraméterek befolyásolják leginkább, és ennek megfelelően hogyan kell ütemezni a permetezést, a különféle talajjavító vegyszerekkel. Itt a számítási kapacitásunk is rendelkezésre áll, mi saját beruházásként egy szuper számítógépet szerzünk be, és ennek megfelelően ilyen szolgáltatásokat is fogunk tudni nyújtani. Nagyon sok felé kacsingatunk, pontosan azért, mert hogy az alapszaktudásunk rendelkezésre áll, így gyakorlatilag a génszekvenálás is felmerült a portfólióban, és nagyon érdekes, tehát maga a témakör is egyébként egy hihetetlenül érdekes dolog. És feltettem zászlóként egy utolsó kérdést, hogy hogyan érjem az ügyfeleimet. Erről Robert kollégám fog részletesebben mesélni, mert egy kutatásunkban ezt is kidolgoztuk, és egy picit más formába öntöttük, mint a szokásos kérdőíves megkeresés, hogy erről, ennek mekkora a mértéke, és ez hogyan néz ki, úgy Robertnek átadom a szót. Szociológus vagyok, én a small data-ban vagyok otthon. Mert mi azt gondoltuk ezelőtt 15 vagy 20 évvel, hogy az a big data, amikor az ember megkérdez mondjuk egy 5000-es mintát, és akkor azt erre egy csomó pénzt elkölt, és van egy csomó adatunk, de ugye hát az nem nagy, az valami nagyon apró. Amiről szeretnék most nektek beszélni igazániból, az egy fejlesztés, ahogy a Károly is említette, több projektet viszünk, kisebbet, nagyobbat. Ez egy 500 milliós projekt, aminek most lesz vége, és alapvetően amit kitaláltunk, hogy kifejlesztettünk, ez egy mobil kutatási megoldás, részben, ami az innováció benne, hogy helyalapú kutatást tesz lehetővé, illetve mindent, ami mobil vagy okostelefonnal kapcsolatos. Ez nem annyira big data, annyiban köthető a big datához, amiket itt hallottatok példákat, ezek javarészt vagy tranzakciók, vagy szenzorok által gyűjtött információk, tehát amik nagyon nagy mennyiségben rendelkezésre állnak. Általában közös jellemzője ezeknek, hogy az ügyfeleket nem kérdezzük meg, tehát nincs megkérdezés alapú történet, inkább csak megfigyelés van, megfigyelésből állnak elő adatok vagy eredmények. A klasszikus, amikor megfigyelek valamit, akkor nem igazán tudom, hogy mi zajlik le az ügyfeleknek a fejében, vagy a vásárlóimnak a fejében. Érdemes néha ezt egyébként megkérdezni. Tehát ez egy megkérdezés alapú rendszer. Alapvetően a rendszerünk, nagyon röviden Dióhéjban, ez egy online és mobil hibrid kutatási rendszer. Az azt jelenti, hogy 15 ezer olyan úgynevezett paneltagunk van, aki vállalta azt, hogy részt vesz kutatásokban. Ez már most is működik január óta, ez a 15 ezer ember, ez megkérdezhető. Például volt egy olyan projektünk ennél az áramos területhez kapcsolódóan, ahol egyrészt nézzük azt, hogy az emberek hogyan fogyasztanak, másrészt meg is kérdezzük őket, hogy milyen fogyasztókat kapcsolnak be, mennyien voltak otthon, megváltoztatnák-e a preferenciáikat, és a két adatsort, amit megfigyelünk, illetve amit ők mondanak, azt össze lehet egymással vezetni. Ezt az árajában jegyzem meg, nyilván ez egy kérdés, hogy elhiszem-e nekik, hogy ők tudják, hogy ők hogyan viselkednének egy bizonyos elképzelt szituációban. Erre vannak vitáink például a Gergővel, hogy ezt érdemes-e megkérdezni, vagy nem. Visszatérve a rendszerhez, most dolgozzuk ki a mobilos részét. Ez gyakorlatilag egy okostelefonos alkalmazás, ami nem sokára készen lesz. Ez alapvetően Androidon működik nagyon jól, az Android rendszer viszonylag szabad. Ott lezárt képernyő mellett is tudjuk figyelni azt, nyilván a felhasználó beleegyezése, hogy merre mennek, merre mozognak, illetve kifejlesztettünk úgynevezett Bluetooth jeladókat, amik kb. Akkorák, mint ennek a lámpának itt fönt, ez az áramellátó vagy adapter doboza. Ezeket be lehet rakni helyekre, besugározzuk a helyet Bluetooth jelekkel, és aki megérkezik egy adott helyre, arról pontosan tudjuk, hogy ott van. Meg tudjuk mondani, hogy mondjuk melyik soron állt meg mondjuk egy boltban, vagy mennyi időt töltött el egy ügyfélszolgálaton, és aztán ezekhez akciót is tudunk rendelni, vagy csak megfigyeljük azt, hogy ő ott volt, és később megkérdezzük, hogy hogyan érezte magát, vagy abban a pillanatban rögtön megszakítjuk azt a folyamatot, amiben benne van. Ugye ez egy megfontolandó dolog, hogy erre érdemes elmenni. Maga az alkalmazás egyébként iOS-re és Windows Phone-ra is meg lesz, nem sokára, viszont ezen a két rendszeren azért vannak korlátozások a rendszerből fakadóan, több minden nem enged meg maga ez a két rendszer. A
A kutatások azok most tesztfázisban vannak, éppen tegnap voltak kint kollégák 4 helyszínen, hogy felmérni, hogy hova kell majd kilakni a Bluetooth jeladókat, tehát teszteljük. Ha van kedvetek, akkor ebbe a tesztelésbe be lehet csatlakozni, azzal is, hogyha helyet tudtok biztosítani ennek, azzal is, hogyha esetleg csak személyesen szeretnétek tesztelni, és kipróbálni, hogy milyen amikor követtek titeket a telefonatokon. Azt már tudjátok. Miért kell nyitni az okostelefonos válaszadók felé? Ugye alapvetően az online kutatásokban is azt látjuk, hogy nagyon sokan okostelefonnal töltik ki az online kérdőíveket, de egyébként a mi mérésünk szerint, akik interneten ott vannak, tehát az internetező körében már 51%-os az okostelefon penetráció, ez a 18 év fölöttieknek a száma. Ez azt jelenti, hogy már nem előny az, hogy van, hanem hátrány az, ha nincs. Tehát átbillent ez a történet egy ilyen többségi modellbe. Alapvetően a fiatalok, a 15-29 évesek, ők nehezen érhetőek el online, mobiltelefonon egyszerűbb, illetve az okostelefonokban számos szenzor van, tehát gyorsulásmérő, tehát nem csak a helyszínt tudjuk megmondani az illetőről, hogy ő hol van, hanem akár időzíthetünk kutatásokat, akár mondjuk megnézzük a gyorsulásmérőt, hogy hogyan közlekedik, autóval megy, vagy busszal közlekedik. Tehát egy csomó mindent ki tudunk olvasni ezekből a készülékekből, érdemes tehát a telefonokban is ott lenni. Új kutatási módszertanaink vannak. Nyilván a kérdezőbiztosos megoldás is működhet, például a Károlyikkal úgy működünk egyet egy veszprémi projektben, hogy tableteket vásároltunk, és ezeken a tableteken van egy iSurvey nevű megoldás, ez nem a miénk, ezzel lehet kérdezni és rögzíteni magát a kérdőívet tablet segítségével, vagy ezeket akár oda is tudjuk adni, hogy maguk töltsék ki a válaszadók. A mi esetünkben ugye arról van szó, hogy nincs kérdezőbiztos, önkitöltés van, és ugye erre többfajta megoldás elképzelhető, például lehet etnográfia. Elmegy az ügyfelem az ügyfélszolgálatra, megkérem, hogy mondja el, milyen élmény volt, esetleg videózzon, vagy esetleg fényképezzen, esetleg csináljon hangfelvételt, vagy mondjuk reklámot fogyaszt otthon, arra vagyok kíváncsi, hogy a reklámból közben milyen tevékenységet végez, kivel van, milyen terméket fogyaszt, milyen az a millió, milyen az a környezet, ami benne van, akkor van lehetőségem elég sok információt összegyűjteni, anélkül, hogy kiküldenék etnográfusokat mondjuk csak néhány háztartásba, lehetőség van akár több száz felhasználót egyszerre megkérdezni és megnézni. Naplózás. Rendszeresen magukkal hurcibálják a készüléket, hogy ez egy személyes eszköz. Ha hozzájárulnak, akkor van lehetőség arra, hogy emlékeztessem őket, hogy mondjuk 2 óránként töltsenek ki egy rövid kutatást. Hogy érzik magukat? Hallgattak-e rádiót az elmúlt 2 órában? Hallottak-e reklámot? Mit gondolnak róla? Tehát egy csomó mindenre van lehetőségem ennek a rendszernek a segítségével. És ugye a mobil trigger, amit itt legutoljára raktam fel erre a diára, bármilyen, tehát az online kutatásokban, amikor kiküldök egy kérdőívet, akkor a válaszadó dönti el végeredményben, hogy kitölti vagy nem tölti ki. Ebben az esetben ő az, aki elindítja a kutatást, ő a trigger. A mi esetünkben viszont, mivel az okostelefonon egy csomó szenzor van, bármihez hozzá tudjuk kötni. Helyhez tudom kötni a kutatást, időszakhoz tudom kötni a kutatást. Beolvastathatok vele egy QR kódot, ül például a volánbuszon, minden volánbuszon mondjuk a hátsó ülésen ott van egy kis QR kód, hogy mit gondolsz az utazásról, milyen élményeid vannak. Elindítja, és abban a pillanatban gyakorlatilag részt tud venni ebben a kutatásban. Tehát nagyon sok mindenre alkalmas, mi a 30-40 dolgot találtunk kapásból ki, de a rendszer úgy van összerakva, olyan logikai, meg építő elemekből van összerakva, hogy ez a 30 dolog ez nincs beleégetve, ha valaki egy 31. ötlettel, akkor ki lehet próbálni, és meg lehet nézni, hogy ez a dolog hogy működik. A passzív mérésről most nem beszélnék, mert ezt még teszteljük, ez gyakorlatilag megfigyelés, minden, ami a telefonon folyik a felhasználók beleegyezésével, ez vagy tudjuk, vagy nem. Alapvetően 5+1 dolgot emelnék ki, mert azt mondják a pszichológusok, hogy alapvetően 7+-2 dolgot könnyű megegyezni, tehát hogy könnyű legyen számotokra, meg számomra is megegyezni ezeket a dolgokat. Az egyik az igazság pillanata. A legtöbb kutatásban mindig utólag tudjuk megkérdezni az embert, hogy mit gondolt akkor. Itt meg tudjuk kérdezni akkor, amikor ez az élmény megtörténik vele. A másik a hely meghatározás, amit említettem, ez lehet tracking alapú, tehát merre mozog, illetve lehet úgynevezett geofencing, hogy körbekerítek egy területet, és az egy akciót hozzárendülek. Bement a moziba, vagy nem ment be. Ott ül a moziba másfél órán keresztül, vagy 2 órán keresztül, akkor megkérdeztem, hogy milyen volt a film. Mobil etnográfiát említettem, biztosabban gyors, rövid kutatások, akár egy mit tegyek fel a másnapi címlapra, meg tudom kérdezni gyorsan az embereket, hogy mit gondolnak egyik vagy másik koncepcióról. Okostelefonos userek nyilván kézenfekvő, hogy az okostelefon felhasználókat ezzel a rendszerrel könnyű megtalálni, illetve alkalmazás tesztelésre is kiválóan alkalmas maga a rendszer. Néhány dolog ide a legvégére, mire kell odafigyelnünk? Hát azért ez egy invazív eljárás, az azt jelenti, hogy az adatvédelemre, az adatbiztonságra, a felhasználó és válaszadó bizalomra nagyon oda kell figyelni, csak akkor működik ez a dolog, ha megbíznak bennünk a válaszadóink, és elhiszik, hogy nem élünk vissza az adatokkal, személyes adatokat nem adunk ki, nem mondjuk meg az ő helyzetüket másoknak, stb. Tehát ez egy bizalmi történet.
Ennek ellenére, hogy a mobil az, mint kutatási megoldás létezik, meg most erről beszélek nektek, nem gondolom, hogy ez mindenre jó. Ugye most van egy nagyon nagy hype a mobil meg az okostelefon alkalmazások körül. Ez keresi a helyét, hogy mire lesz alkalmas. Nekünk van 30 ötletünk, lehet, hogy 3 tök jó fog működni, 27 meg nem. Mondjuk ez egy közös út, vagy kirándulása az ügyfelekkel. Tehát a nagy hype ellenére azt gondolom, hogy biztosan nem alkalmas mindenre. Elég sok elmélet van, vagy elég sok szövegelés van a dolog körül, és kevés tapasztalat. Ezért szeretnénk mi igazániból, hogyha tudnánk tesztelni, illetve elkezdtük tesztelni ezt a dolgot. Na a lényeg, hát hogy a mobil kutatás elkezdődött, most már idehaza is. 5 plusz 1 dolog, amire szerintünk ez alkalmas lehet, vagy jobb lehet, és nem sokára Magyarországon is, és meg tudtok ezzel a dologgal barátkozni. Ennyi a Big Data mellé egy kicsit a Small Data-ról. Én röviden így szerettem volna beszélni. De nyilván menet közben elértek más megoldásokkal, tehát mások is van már ilyen hely alapú megoldása. Viszont ez a Bluetooth-os jeladó, amit mi kifejlesztettünk, ez azt gondolom, hogy egyedülálló, vagy mondjuk a top 3-ban van a piacon. Ott például nagyon nagy hype az Apple-nek az iBeacon megoldása, a Bluetooth jeladó, és akkor az alapján meg tudja mondani, hogy boltban kiment benne egy bolt sorokon. És van egy Estimo nevű jeladó, azt megvásároltuk és megvizsgáltuk, és hát azt találtuk, hogy sokkal szebb, mint a miénk, mert a miénk egy ilyen nagy fehér dobozban van benne, de ennyi, amit még, tehát ennyi amivel jobb. Mert egyébként az algoritmus gyengébb, a elemét nem lehet cserélni, mert beépített, már eleve fél illemelőben érkezett meg, nem épül fel rendesen a kapcsolat. Tehát azt gondolom, hogy az a megoldás, amit kitaláltunk a Bluetooth-os dolog, az egy innovációs dolog, az működik, az jó. Egyébként elnyert alapvetően a pénzt. Ami körítés körülötte van, azt már elég sokan megcsinálták, hogy legyen alkalmazás, lehessen kutatásokat csinálni, lehessen kérdőjüveket nyitottani, fényképezni, stb. De a helyalapú dolog az korlátozottan működik. És akkor ehhez képest ezt el tudtátok már valóban adni így a nemzetközi piacon, illetve hova tervezitek el? Nemzetközi piacon még nem. Egyelőre ott tartunk most, hogy teszteljük ezt a dolgot. Egyszer nyilván a laboratóriumi környezetben már megtörtént, és most éles környezetben is teszteljük ezt a dolgot, és ha ez bizonyít, tehát tényleg annyira olyan, mint amennyire gondoljuk, meg a felhasználók is úgy érzik, akkor lehet vele kilépni. Először Magyarországon szeretnék annyi ügyfeleket, akiket meg tudunk győzni arra, hogy ez a dolog jó is működik, és hogyha ez működik és megy, akkor lehet továbbítni szerintem nemzetközi irányba. De ha tudsz segíteni esetleg a nemzetközi terjeszkedésben, azért kérdezem, akkor more than welcome. Számomra egyébként egy nagyon fontos információ volt, amikor legutóbb beszélgettünk, hogy gyakorlatilag órákon belül tudtok nagyon nagy mennyiségű visszacsatolást adni, mert hogy ez a mobiltelefonos felmérés, ez gyakorlatilag online küldi az adatokat, és ti pedig már ezt folyamatos feldolgozás alatt... Én mutattam a Smiley kutatásunk kapcsán, akkor villamosenergia szokásoknak a felmérését készítettük elő, illetve most is jelenleg fut egy személyes lekérdezés, ami közel egy hónapig tart. Ezzel szemben magyarországi viszonylatban én néhány óra alatt visszakaptam 3000 választ ugyanabból a kérdőívből, tehát nekem egy hihetetlen jó visszacsatolás volt a mobil kommunikáció, illetve a mobilos felmérés kapcsán, hogy ilyen gyorsan, ilyen könnyedén digitalizált, feldolgozott válaszokat tudok kapni ennek a technológiának a segítségével, úgyhogy ez maximálisan jó. Én nem tudom, hogy a kérdés az a mobil technológiákra vonatkozott-e, vagy a webára konkrétan. Mind a kettő. Mert másik esetben én azt gondolom, hogy Big Data tekintetében már az a tény, hogy az Intel velük dolgozik, és minket kér meg a saját rendszerének a tesztelésére, az már azt mutatja, hogy ez nemzetközi szinten ott vagyunk a toppon, bár ilyen értelemben azért még csak Magyarországon dolgozunk, illetve az energiáinkat azért idejött összpontosítottuk az elmúlt években. Elkereskedelmi tekintetben most nyitjuk a piacot a környező országokba. Adatelemzés tekintetében én a korábbi munkaim során azért azt láttam, hogy nemzetközi szinten milyen piaci tendenciák vannak, hol tudunk beférkőzni, és az egyértelműen az élvonalba tartozott. Most az elnettel is ugyanezt próbáljuk meg elérni, illetőleg ezeket a technológiákat, ezeket a megoldásokat külföldre is elvinni természetesen, ahol szintén ugyanezekkel a problémákkal szembesülnek az ügyfeleink, ami Magyarországon akár egy
mobilcellamérés kapcsán, akár egy útvonal optimalizálás, akár egy operatív folyamat optimalizása során felmerül, az külföldön épp úgy probléma Indonéziában, mint Amerikában. És ezeket a technológiát alkalmazza mindenki. Mi annyival járunk előrébb ilyen értelemben, hogy a big data technológiákat nagy gépes környezetben is ugyanezeket át tudjuk ültetni, és látjuk pontosan, hogy az ügyfeleinknek az adott iparágakban mik az igényei, és ezeket tudjuk összekapcsolni. Ez egyébként egy hatalmas előny számunkra, hogy mi nem egy iparággal dolgozunk, nem azt nézzük, hogy az adott szektornak mi a fő igénye, hanem látjuk azt, hogy más szektoroknak a megoldásait, más szektoroknak a igényeit hogyan lehet átvinni az adott iparágba, és ezzel tudjuk színesebbé, ezzel tudjuk sokkal jobbá tenni gyakorlatilag a mi megoldásainkat. Nekem lenne kérdésem, itt a mobilos felmérés kapcsán igazából az érdekel, hogy a felhasználót azt mivel lehet motiválni, hogy ebbe belemenjen, hogy lekövessék, tehát a tapasztalatok erről. Egyelőre az online részen vagyunk túl, hát azt tudjuk, hogy a 15 ezer embert már meggyőztünk arról, hogy lépjen be. Alapvetően ez a klasszikus részben a kíváncsiság, részben az, hogy hallathatják valamit, hogy elmondhatnak ilyen dolgot. Van egy bizonyos újdonságértéke, bár online talán még nyilván több van Magyarországon, sorsolás. Nem, abban az irányban nem akartunk elmenni egyelőre, hogy mindenkinek fixen fizessünk. Ennek van egy filozófiai oka is, de van egy iparági oka is, másrészt pedig hogyha mindenkinek fixen fizetsz, akkor ez egy szakmaszerű történet, és megjelennek azok, akik megpróbálják kitalálni azt, hogy tudnak ők minél több részt kiszedni ebből a rendszerből. Abban a pillanatban abban érdekeltek, hogy többször vegyenek részt egy kutatásban, én meg abban mondjuk érdekel, hogy csak egyszer vessen részt, tehát egy ilyen macskergél harc kezdődik, és meg kell próbálni megfogni őket, tehát emiatt nem akarom őket motiváltá tenni ebben. Ami az okostelefonos részét illeti, azt látjuk, hogy nem minden okostelefonos akar ebben a dologban részt venni. Tervezünk egy olyan kutatást, ahol de azt tudjuk egyébként minden egyes tanulunkról, hogy mit mondott, hogy letölteni az alkalmazást, vagy nem. Tervezünk egy olyan kutatást, ahol megkérdezzük azt, hogy ha nem, akkor mögött milyen okok vannak. Van egy nagyon érdekes csetanulmány, amit nemrégiben olvastam, ahol például azt találták, hogy a vallásosságnak, annak alapvetően például köze van ehhez a dologhoz, hogy az ember hagyja magát trekkingelni, vagy nem. Akik vallásosak és hisznek Istenben, azok könnyebben belemennek abban, hogy tudják, hogy hol vannak, hiszen is tudják, hogy Jóisten is tudják, hol vannak. És akkor nem baj. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy iszonyatosan meglepő dolgok tudnak kiderülni, hogy kit tudok jobban betoborozni a rendszerbe, és kit nem, mi az ember nem is gondol erre, amit nem kérdezi meg. Tehát erről a kérdés, hogy később tudok egy kicsit jobban válaszolni. De gondolkodunk ezzel a gondolkodunk. Most hát ha nincs nem több kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük. Én remélem, hogy sikerült néhány gondolatébresztő Morpho Morning morzsát elhelyezni a fejetekben. Lehet hazamenni gondolkodni, milyen adatokkal rendelkeztek ti a napi működés során. Egyébként, amint láttátok, felvétel is készült itt a mai eseményről, illetve Máté Kata folyamatosan jegyzetelt az előadás alatt. Úgyhogy az ő kis jegyzetét is majd hamarosan a jövő hét folyamán megkapjátok, ahogy ezt el szoktuk küldeni. És sok szeretettel várom benneteket majd a következő eseményünkre, és a témát majd eláruljuk, amikor már biztosak leszünk benne. De szeretettel várunk benneteket legközelebb, és valószínűleg a helyszínt egyébként cserélni fogjuk, mert itt már ezt úgy tűnik, hogy egy kicsit kinőttünk, úgyhogy lehet, hogy lemegyünk valami kis szellősebb helyre, de szeretnék maradni a közelben, itt Budán, ahogy eddig is ezt tettük. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ma, örülök, hogy itt voltatok, és ha bármilyen kérdésetek van, akár a ENET-hez, akár kommunikációs vagy marketing területen ezekkel az adott elemzésekkel kapcsolatban, is nagyon szívesen állunk rendelkezésetekre.